Nem Tottó, nem neked hoztam. Sziasztok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai napon is, a Madár Parkból. Ugye, szia Petruska, szia Baba, sziasztok, szia mindenki! Ugye ígértem, hello! Ígértem nektek, ma bejelentkezem reggel. Szia Katka, és bejelentkezem nektek reggel, és ugye a Totónak bemutatom a pici hattyút. Sziasztok! Szia Böbe! Jó napot kívánok mindenkinek én is! Szia Beus! Szép napot neked is! Ugye most mondtam nektek ma ezt a kis hattyút, behoztam a madárparkba. Gyere! Pici! Szia Tasi Feri! Gyere! Gyere! Gyere picurkám, gyere! És ugye ma bemutatom a Totónak a picurkát, mert nyilván oda fogok rá nagyon figyelni, hogy ne legyen semmi baj. Totó, az most éppen legelészik. Egy picikét várok vele. Ja, már ő is azért gyakorolja az evést, ugye ezt tudjátok, de ő még ugye elvárja, hogy a szájába adjam neki a kajcsit. Gyere! Egyre többet eszik a pici is, egyébként. Nagyon figyeli a Totót. Szia, Andi. Tehát a picurka az nagyon figyeli a Totót most. De ez is volt ugye a cél, hogy Totónak bemutattam. Most nyilván a Totót van benne a nagy susnyásba. A pici az nem tud utána menni. Hello. Micsoda? Hello, Oka. Visszanézhető. Igen, visszanézhető lesz a live este 7 órától a YouTube oldalamon. Úgyhogy aki dolgozik, vagy nem tud lenni, az se gond, mert fel fogom tölteni. Szia, Krisztina! Fel fogom tölteni a YouTube oldalamra. Úgyhogy ne aggódjatok ez miatt. Az délután megcsinálom, feltöltöm nektek, és ott vissza tudjátok nézni kompletten az egész live-ot. Mi van, picurkám? Megvárom a Totó, még kijön a gazból, mert a picit nem tudom. Gyere ide, Totó! Gyere, mert megcsíp a csalán! Gyere! Jön is kifele. Gyere! Szia! Szia, Petra! Dolgozok, de nézlek, Gábor, Oksi. YouTube oldal, Totó és Gábor, így van. Na, jön is a Totó. Nem tudom majd, hogy hogy reagál a picire. Totó! Gyere! Nézd-e! Sziasztok! Ne gyertek ide, mert megtámad a hattyú, jó? Nem szabad közel. Köszönöm! Tehát itt a... Totó, nem bántod a picit? Nem bántod? Csak nézed. Nem bántod? Nem bántod? Úgy, úgy, csak nézegeted, jó? Gyere! Nem bántod? Köszönöm, Krisztián, a szívecskét, úgyhogy nyilván a kezemet oda fogom rakni, hogy a Totó ennek eszébe ne jusson, de most úgy tűnik, hogy nem lesz itt probléma vele. Nem csípjük meg, ugye? Nem bizony. Nem bizony. Emlékszik egyébként szerintem arra, hogy tavaly együtt neveltünk ötöt. Nem bántjuk, csak nézegeted. Ugye? Nézd csak, Tati. A picurka. Nem bántod. Ugye? Nem bántod? Most ha meg is csípi, akkor maximum a farkpincáját fogja. De majd nyilván óvatosan vigyázzunk rá, hogy ne történjen semmi baleset. Legfeljebb elkapom onnan. Szia, Tottod a dus. Igen.
Na, nem is foglalkozik vele, tudomásul vette, és indul is kajcsizni tovább. Gyere, pici, gyere. A picike az ugye jön velem. Szia, mi lesz a kishattyú neve? Hát, ez még folyamatban van. Picurka meg ide jön a kajcsihoz. Gyere, pici, gyere. Gyere, 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 pici. Gyere, ott a kajcsika. Ne kerüld ki a kajádat. Hát hol a ennivalód? Ott van a finom táp, be van keverve. Úgy, úgy, egyed. Itt egyed, csak már föl van ázva, ezt most már tudod enni. Na, ide rakom közelebb. Úgy, úgy, hát nagyon ügyes vagy. Nagyon aranyosak vagytok, köszönjük szépen, fényfúrja. Úgyhogy gyerekek, ez a videó, ez majd visszatekinthető lesz a YouTube oldalamon, aminek a neve Totó és Gábor. Szia, hát ki ez a kis szépség, egy fekete kis hattyú. Szia, MS-e. Gyere ide, Totó. Toti. Gyere. Ott van a háttérbe Totó. Köszönöm gyerekek, hogy nyomjátok a lájkokat ezerrel. A picurka az meg most a tápot szürcsili ki a kajcsiból. Totó az így most tudomásul vette a picit, de gyere ide drágám, Totó! Gyere ide! De igazából nagyon nem foglalkozik vele. Még nem tudom, a Lulu az mit rendezne itt. Családja bántaná most már a kicsit. Igen, egyébként. Nem hinném, bocsi, a rossz válaszért. Nem hinném, hogy bántaná, hanem annyi, hogy a kicsi nem foglalkozna a családjával. Ugye ő most már megvan neki a bevésődés, meg a kötődés ember iránt. Egyelőre nem hozzám ragaszkodik, hanem emberhez. Tehát ő most így emberfele irány orientálódott, de majd eljön az idő, amikor mind a Totónál is, hogy csak hozzám fog ragaszkodni. Ajaj, Lulu. Igen, a Lulu az egy katasztrófa, miért nem volt eddig live. Volt live, csak ezen az oldalamon. Sűrűn van live ezen az oldalon. Te szerintem még a régi oldalamat követed, és azon már viszont nincs live. Nem bántod, ugye, Totó? Nem csíped meg. Gyere, picurkám. Na nézd, csak itt a pici baba. Nem bántod, Totó. Totó, ügyesen. Úgy, úgy. Édes nagyon. Igen, egyébként nagyon. Most meg ne idd a tápot, légy szíves, az nem neked van, most van a bemutatkozás. Igen, igen, most mutatom be a Totónak, gyere pici. Nézd csak, itt van Totó is. Nem, nem, Totó, bizony nem, ügyes vagy, csak úgy szépen, öregessen Totókám. Itt van, látod? Azért a pici tart tőle, látjátok? Így fél a kishattyú a saját szüleitől is. Tehát ő már emberhez, emberközpontú lett, és ezért van az, hogy ugye most ha meg is, ő is tudná, hogy hattyú, itt van, akkor ugye nem lenne probléma, mert a Totótól nem ijedne meg, de viszont fél tőle, és csak a Totó, gyere Totó, ne menj el, gyere, gyere, gyere. Jól van. De gyertek, egy kicsit sétáljunk. Gyere, pici, gyere. Totó figyeli. Gyere. Igen, most így nem foglalkozik vele. Az a kis csipogás, igen. Gyere. Itt kerülgetjük itt egymást. Szia, kis hattyú is árva? Nem, nem árva. Őneki vannak szülei. Csak ugye mi hoztuk világra, mert beszorult a tojásba, és onnantól fogva a picike, az hozzánk kötődik, nem a szüleihez. Totó, ne jöjjenek ide, mert támad. Igen, kösz, már azért emeli a szárnyát. Hát igen, tehát. Totó, gyere ide! Majd oda kell mennem hozzá. Gyere ide, Totó! Gyere, pici! Gyere, 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 gyere! 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 És akkor itt a Totó már jön is hozzá. Igen. Nagy bemutató. Ő meg itt a lábamnál áll. Gyere, picurka, gyere! Gyere, gyere erre a Totó fele! Totó nagyon figyeli, de nagyon
jól viselkedik. Szia Gábor, nagyon édes a kishattyú, legyen nagyon szép napotok, és jó egészség. Az a futás, imádom. igen. Gyere, Pempő, főveszlek. Gyere. Csak itt nagy a fű. Gyere ide, ahol itt. Gyere. Itt a... Ugye a Totóka azért úgy figyeli, meg engem is, hogy merre megyünk, hova megyünk, mit csinálunk. Mert ugye a Totó is most itt családként még, hát van már névelképzelés, de még nincs megadva neki a neve. Beleolvad a környezetbe. Nekem is kell egy kis hattyú. Igen, sok mindenki mindig ezt mondjátok. Mennyi? Majd ide állok elé, Totóhoz. Gyere! Na, ott is van, most megy a Totó hozzá. Nem bántod, nem bántod, nem bántod, csak figyeled. Nem bántod, csak barátkozó. Nem csíped meg? Nem csíped meg? Nem csíped? Hát azért rányúsz. Nem csípünk, nem. Nem. Totó. Csak méregeti a picit, méregeti. De nyugtázza is. Tehát hála Istennek, hogy probléma nincs vele. Tehát nem veszi fel a támadást a Totó. Tehát nem emeli ki a szárnyát. Babó, a kis fekete hattyú, igen. Tehát nem is foglalkozik vele, hála Istennek. Tudom, én úgy azt látom, hogy Totó tudomásul vette a picit, de nem tekint rá ellenségként. Igen, kíváncsi a picire. De nyilván nem engedem, hogy hozzáérjen még így első körbe. Majd holnap ugye jó, hála Istennek most már egyre jobb időket mondanak minden nap, és egyre többet fog majd a Totó vele találkozni. Kár, hogy Totó Gúnár nem tojó, akkor meg Dajka anyának is jó lenne. Ez igaz. Szia, Fecó! Na gyere, itt egy ilyen Totónál, gyere csak, ott legelj. Nem nyúlsz hozzá, Totó, nem nyúlsz hozzá. Nem nyúlsz hozzá, nem. Nem. Nem nyúlsz hozzá, igaz? Még a kicsi azért tart tőle. Kicsi is fiú. Hát szerintem így első körben azt kell mondjam, szerintem igen. De aztán majd nem féltékeny, szerintem ő azt gondolja, hogy ez így rendben van megint, hogy vannak közös kis hattyúk. Nem is kell, hogy afrikai szél, nem is kell, hogy legyen benne anyai ösztön, mert nincs rá szükség, mert a vadonba a Gunár is neveli a picikéket, tehát nem kell anyai ösztönnek lennie. És nézzétek meg, teljesen eljön ott mellette. Ránézni ránéz, és szerintem szeretné is, hogy kövesse a pici. Na pont jókor jöttem. Igen, tehát én azt látom, hogy Úristen, jön a traktor. Az marha jó, gyerekek. Jönnek füvet nyírni. Úgyhogy gyerekek, szerintem itt a live véget ért, mert jön a fűnyíró és nyírják a területünket. Szia! Szerintem nem fogok tudni. Itt nem kell nyírni. Ja, jó. Lehet, hogy elmegy a traktor, akkor tudok még maradni egy picit. Remélem nem támadja meg. Azt gondolja a kis tromfosztó. Ja nem, Totó, nem támadsz, nem támadsz. Én azt gondolom, így első találkozás, első körbe, hogy szerintem ez jól sikerült. Bízom benne, hogy ezzel így nem lesz probléma. Szia, és szépségem! Na mi van? Menne a fűnyírót megtámadni. Úgyhogy szerintem ő most a picit is védi, engem is véd, meg amúgy is egyébként utálja is a fűnyírót a Totó. De most megpróbálok eljárni. Gyere! Gyere! Jó, oké. Jól van. Nem mész sehova, Totó, nem.
nem mész sehova. Nem, nem, nem kell menni sehova. Maradj itt a gazdival, maradj itt velem. Maradj itt, drágám. Támadná izét, mert fel van feszülve teljesen a fűnyíró miatt. Egyébként a picike meg itt van mellette. Ő is tollászkodik. Nem lesz itt probléma, mert nem foglalkozik vele olyannyira. Totó, nem mész el sehova, nem kell menni sehova. Jól van, itt van a pici is, nézd, de ott mosakszik. Látod? Nem kell verekedni mindjárt. Nem kell verekedni. Nem kell elmenni. Na, ott a picike, nézd, csak menj oda a picihez. Kicsi fekete, igen, fekete hattyú. Nem kell menni, nem kell semmit se rosszat csinálnod. Bizony. Gyere, pici. Úgyhogy nagyon óvja, én azt látom így első körbe, hogy jó lesz ez, nem lesz itt semmi baj. Nem is mozdul rá a picire, abszolút. De menj el, Totó, nem, menne a fűnyíró után. Nem nyúlsz oda, nem bántod a picit, nem bántod, csak nézed. Bizony, bizony, nézni szabad. Nézni szabad. Nagyon ügyes vagy. Na hát, Totó, nagyon ügyes vagy. Na, mit nézel annyira? Totó szereti a kis hattyút? Hát remélem, hogy igen. Most jönnek is mind a ketten. Gyere ide. Itt bóklászik a lábamnál, hol máshol. És nem, abszolút nem foglalkozik. Na, mert nő a pici, akkor sem fogja. De ha eléri az egy évet, vagy a 8-9 hónapot, akkor igen. Akkor már csesztetni fogja, hogy távolodjon el majd tőlem. De ugye ez a természetes, mert utána Gábor lenne majd egy kérdésem, írhatok. Persze, persze. Lulu. Hát a Luluval nem merem még. Szerintem az visítana, mint a választási maracok örömébe. Szia Zikó, szia. Totika, nem mész sehova. Nem kell elmenned, nem kell támadni a izét. Fűnyírót. Jó van, mi van? Pindul pandul. Mi van, pindul pandul? Szia Marika, szia. Úgyhogy, amint látjátok, úgy tűnik, hogy rendben lesz minden itt. De cuki az a kicsi. Igen, igen, egy fekete kis hattyú. Csak hát jönne egy bújna ide hozzám. Luluka most veszélyes lenne. Az bizony. Szalai Balázs. Szia Balázs. Igen, egyébként cukkel nagyon. Na Totó, mi van? Fűvön jobban tetszik. Hát most azért hoztam ide, mert melegebb a kő. A fű egy kicsit nyírkos, nedves. És azért gondoltam, hogy a picburkát idehozom a meleg kőre. Gyere, 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 gyere. Gyere, gyere, gyere. Jaj, nem bántod a picit, ugye? Nem bántod a kicsit, csak megnézed, ugye? Megnézed. Nem bántasz senkit, nem bántasz, igaz? Nem bántod? Gyönyörű. Itt a pitturka, látod? Itt van te is. Na most gyerekek, elköszönök. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Le kell raknom, mert jön a tömeg, és egyszerűen nem értik, hogy ne jöjjenek ide. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, és hogy itt voltatok, hogy bemutathattam a Totónak a pindurkát. Ne gyere ide, mert megtámad, menj vissza gyorsan. Itt a kis hattyúja még jobban támad. Úgyhogy ja, nem bírok itt a sok emberre, nem is a hattyúkkal van problémám, hanem az emberekkel. Úgyhogy ez katasztrófa. Úgyhogy be kell raknom a Totót a helyére, a picit meg elvinni, mert itt azt hiszik sokan, hogy majd itt a kis hattyú, azt itt lehet őt szeretgetni, megfogdosni, de hát ez nem így múlik, nem így van. Tehát nem is engedem, hogy bárki hozzáérjem. Úgyhogy gyerekek, kövessétek be az oldalamat bővebb tartalmakért. Rendszeresen fogok élőzni. Szeretném, hogyha itt lennétek köztünk és a csapatom között. Úgyhogy megkérnélek benneteket, hogy a hosszú tartalmakért kövessétek be a YouTube oldalamat. Úgy vagyok fent, hogy Totó és Gábor. És ott vissza tudjátok nézni a mai élőt is, az első találkozást a kishattyúval és a Totóval. Úgyhogy gyertek és kövessétek be, és ezt az oldalamat is, valamint egy kis csengettyűt is jelöljétek meg. És akkor minden live-kor, jövő héten is egyébként, amíg a héten is fogok live-ozni, jön a jó idő, úgyhogy rendszeresen jön velem a pici hattyú be a Totóhoz. Mert ugye most az a cél, hogy megszerettessem a Totóval.
Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, kövessétek az oldalamat, úgyhogy legyen szép napotok, a moderátoraimnak is köszönöm, hogy itt voltak. Puszi pacsi mindenkinek, legyen szép napotok, sziasztok, köszönöm.